és ne hozott ördög vigyen. Ezzel a felirattal fogadták az érkezőt Lukács háza legújabb utcájában, ahol még egy rendkívüli traktor megállót is kiépítettek. A születi mulatság tarisznyájában nem csak vörös hagyma volt, ahogy a gyöngyház óvodások énekelték, hanem a vigyorkák tánca, amiben még a polgármester is beszállt, a Derű Néptánc Együttes, valamint a kőszegi fúvósok műsora is. A szőlőkirálynő és udvarhölgyei szőlővel kínálták a felvonulókat és a szép számú közönséget, így is népszerűsítve a helyi bortermelést. Nagyon finom. Hát az Esztert kiemelném, mert neki az apukája is foglalkozik borászattal. Neki is van egy pincéje a Csömötei szőlőhegyen, és ott hát néha-néha szoktam én is segíteni születen, ő meg minden évben. Igen, tehát ismerősök vagyunk itt. A Horváth József utcából indult a díszes menet, az itt élők finomságokkal várták a felvonulókat. Minden évben próbálunk valami újat is tenni az asztalra, meg természetesen az önkormányzat ugye támogatott minket ilyen kis elemózsiával, és a többi sütit viszont azt mind az utcából hozták a lakók, mert egy ilyen jó kis összetartó utca van. Aztán csütörtöktől már igazából égtek itt a vonalak, úgyhogy nagyon sokat dolgoztunk. A következő megállóban a helyi boszorkák a vendéglátás mellett Jancsi és Juliska meséjét is megidézték. Minden évben lehet überelni a tavait, mindig kitalálni valami újat. Most egy kis mesevilágot hoztunk ide, Jancsit és Juliskát, itt a hátunk mögött láthatók. Jövőre majd valami más találunk ki. A lukácsházi rendezvények sorában a születi mulatság és a közösségek ünnepe. A faluban számos egyesület tevékenykedik. Kinyitom a házat, és jönnek, és mindenki teszi a dolgát, nem kell kérni. Mindenki tudja, mi a feladat, és imádnak együtt dolgozni, szeretik a közösséget nagyon. A születi mulatság hagyományát 1994-ben újította meg a település. Akkoriban még lovasfogatok voltak, hát sajnos ezt hozta a modernizáció, hogy most már géperejű vontatású szerelvényekkel vonunk föl, és az idei évben a csúcsra járattuk a rendszert, mert 17, megszámoltam, 17 egység vonul föl ezen a mai születi felvonuláson, és ez nem csak Lukács háza ünnepe a mai, hanem Gyöngyösfalui is, mert hagyományosan ezt a rendezvényt mindig a két település együtt rendezi. A hagyomány alapján, ugye Lukács házán van a Horváth József utca Kiscsömöte, Nagycsömöte, Gyöngyösfaluban a Tornacsarnoknál vagyunk, a Hörpintőnél, Gencsapáti fordulónál, és a Pössei falu részen, a Pössei főhídnál vagyunk, onnan megyünk vissza idén a közösségi házba Lukács házára, ahol a születi bál veszi majd kezdetét. Lukács háza 12 éves kapcsolatát nemrég testvértelepülési szerződésben is rögzítette Rezivel, ahonnét küldöttség is érkezett a mulatságra. Akkor kezdtünk el összejárni, ugye a lukácsházi borbarát hölgyek, meg a Rezi Szőlész Borász Egyesületnek a tagjai. Én vagyok az egyesületnek az elnöke, és ők ott voltak nálunk múltvasárnap, mi most nagy szeretettel, nagyon szívesen jöttünk, és hoztunk jó időt. Köszönjük szépen a... A jókedvű menet a kőszegi hagyományőrzők puskalövéseire indul tovább. Lukács háza és Gyöngyösfalu születi mulatsága közös vacsorával és bállal zárult.